Megújulás, milliárdos ipari beruházás Kaposváron. Télies idő, ingyenesen vizsgálták át a járműveket a Látni és Látszani kampány keretében. Örömzene, sajátos nevelési igényű gyereket a zeneiskolában. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Több mint 1 milliárd forintos topos támogatási összeggel új üzemcsarnok, termelőeszközbeszerzés és középtávon munkaerő bővítés a célja a kaposvári fogaskerékgyártó vállalkozásnak, amely már több évtizede meghatározó szereplő a piacon. A beruházás várhatóan 2023 tavaszán indul. Az 1970-es évek végén indított vállalkozás már az autó, a szél, a mezőgazdasági gépipar nélkülözhetetlen beszállítója. Jelenlegi telephelyüket azonban kinőtték, így új, jóval nagyobb üzemcsarnok építésére pályáztak. Ennek részleteit ismertették partnereik és a nyilvánosság előtt csütörtökön. A legnagyobb komplex beruházás eddig, nagyságrendileg 1 milliárd forint támogatási összeggel jár ez a beruházás. Ami nagyon fontos, a csarnoképítés. Jelenleg a telephelyünkön hát már nem sok hely van a fejlesztésre, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy olyan lehetőségünk legyen, ahol új termelőeszközöket tudunk üzembe helyezni. Nagyon fontos tovább hasonló módon az, hogy megújuló energiaforrásokat tudjunk használni. Jelenleg energiakrízissel terhelt helyzetben azt lehet mondani, hogy minden olyan energia, ami a megújuló energiaforrásból származik, és olcsó és gazdaságos, az mind a termelés hatékonyságát tudja növelni, ezzel a versenyképességünket tudja növelni, és így tudunk a piacon maradni és tovább fejlődni. Az új komplex beruházás a város újraiparosítási programjába is beleillik, fogalmazott Borhi Zsombor alpolgármester a projekt bemutatóján. Pár évvel ezelőtt meghirdettük a városnak az újraiparosítási programját is, és nagyon sok olyan intézkedést hoztunk, amivel megpróbáljuk ösztönözni azt, hogy a Kaposvár gazdasága egy nagyon jelentős fejlődési pályára lépjen. Ennek vannak eredményei már, hiszen cégek érkeznek Kaposvárra, de mindig a legnagyobb öröm az, amikor a kaposvári cég dönt úgy, hogy fejlődni tud, és különösen nagy öröm az akkor, amikor ez egy tőzsgyökeres kaposvári családi vállalkozás, aki úgy gondolja, hogy továbbra is Kaposváron képzeli el a jövőjét. Az üzemcsarnok mellett a legmodernebb termelőeszközök, illetve naperőmű park építése is a tervek között szerepel. A cégvezetés szerint ezzel lehet garantálni a piaci helyzet megerősítését. A cégünk piaci helyzeti előnye, versenyelőnye az, hogy egy olyan iparági szegmens, iparági terméket gyárt, amit viszonylag kevesen vállalnak, mert a termékek beruházás igénye nagyon nagy, a hozzáadott érték igénye nagyon nagy. Nagyon fontos, hogy a termékeink, amiket előállítunk, olyan eszközökön alakuljanak ki, amik már a legmodernebb iparági sztenderdeknek felelnek meg, és ennek megfelelően a munkavállalóink is és kollégáim is rendelkeznek olyan tudásszinttel, ami egyedül állóvá teszi termékeinket a piacon. A fejlesztések középtávon további létszámbővítést is eredményezhetnek. Az építkezés várhatóan jövő év tavaszán kezdődhet el. Meghaladta az 1 milliót a nemzeti konzultációban résztvevők száma, jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda miniszterhelyettese a kormány közösségi oldalán közzétett videóban. Dömötör Csaba szerint a kitöltők magas számából látszik, hogy a brüsszeli szankciók olyan problémát jelentenek, ami mindenkit érint, és mindenkinek van róluk véleménye is. A nemzeti konzultációt december 9-éig lehet kitölteni online, vagy visszaküldeni a kérdőívet postai úton. December 22-e és január 6-a között nem lesz ügyfélfogadás a kormányablakokban, így érdemes még az igazgatási szünet előtt elintézni ottani ügyeinket, hívta fel a miniszterelnökség a figyelmet. A tájékoztatásban emlékeztettek, hogy a kormány igazgatási szünetet rendelt el a kormányablakokban az energiaválság miatt. Ez idő alatt országszerte 60 kijelölt kormányablak és a központi okmányiroda lesz nyitva, de azt kérték, hogy a szünet alatt csak a legsürgősebb esetekben keressék fel az ügyfelek a nyitvatartó kormányablakokat.
Somogy megyében 4 kormányablakot érhetünk el ez idő alatt. Kaposváron a Nagy Imre téri, Marcaliban a Petőfi Sándor utcai, Nagyatádon a Bajcsi-Zsilinszky utcai, míg Siófokon a főtéri kormányablak lesz nyitva. Ingyenes jármű átvizsgálásra várta az autósokat pénteken Kaposváron a Somogy megyei kormányhivatal közlekedés felügyelete és a Somogy megyei rendőrfőkapitányság. A Látni és Látszani kampány célja, hogy felhívja a járművezetők figyelmét arra, hogy a télies idő beköszöntével változnak az út- és látásviszonyok. Ezért is szükséges a járművek megfelelő műszaki állapotának átvizsgálása. A keréknyomást mérték ennél az autónál, de a fékberendezéseket és a fényszórókat is ellenőrizték a kaposvári közlekedés felügyeletnél az országos Látni és Látszani kampány keretében. Mindenképpen jó itt tél előtt legfőképpen átvizsgálni az autót, hogy felkészülve várjuk esetleg a havazást vagy a nyálkás csúszós utakat, és tudjuk, hogy az autónk biztonságos közlekedésben részt vehet. Október közepén indult országszerte a kampány, amelyben arra hívják fel az autósok figyelmét, hogy a megváltozott út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Egy figyelemfelhívás igazából ez a kampány arra, hogy megváltoznak a út- és látási viszonyok az őszi és téli hónapokban, illetve a hőmérséklet csökkenés is veszélyforrást jelenthet. A mai napon a gépjárművezetőket várjuk egy műszaki átvizsgálásra. Egy tesztotót is szeretnénk velük kitöltetni, vezetéselméletet is takar, közlekedési ismereteket, szerkezeti ismereteket, azon kívül megnézhetik az ITTAS szemüvegünket, apró láthatósági ajándékkal szeretnénk nekik kedveskedni. A Somogy megyei kormányhivatal már nem először csatlakozott a Látni és Látszani kampányhoz. A megváltozott útviszonyok téli időjárás az elég jelentős közlekedési biztonsági kockázatot takarban maga után, és mai napot arra szánjuk, hogy gyakorlatilag ingyen és bérmentve térítésmentesen átvizsgáljuk az autóknak azokat a berendezéseiket, világító berendezéseit, gumiprofilok, ami befolyásolja gyakorlatilag az autónak a vezetését, vagy például a közlekedési biztonságát elsősorban. A rendőrség szakemberei felhívták a figyelmet a láthatósági mellény viselésére is, hiszen nem csak az autósoknak, hanem a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is fontos a láthatóság. A közlekedés biztonsági kampány keretében december 4-ig 2 siófoki, 3 kaposvári és 1 balatonkeresztúri műhelyben is átvizsgálják a járműveket térítésmentesen. Kikapcsol, gyógyít, feltölt. Ezzel a szlogennel indította el a napokban a hazai gyógyfürdőket népszerűsítő forgalomélénkítő kampányát a Magyar Turisztikai Ügynökség. A cél, hogy minél több belföldi és külföldi utazót elérve hívják fel a figyelmet Magyarország világszínvonalú gyógy- és termálvízkincsére, valamint az erre épülő hazai fürdőkultúrára. Bíznak abban, hogy a belföldi és nemzetközi kampány jelentősen hozzájárul majd a magyar fürdők forgalmának növekedéséhez. A reklámkampány további célja, hogy a forgalomélénkítés által növekedjen a szolgáltatók bevétele, ami hozzájárulhat az energiaköltségek kigazdálkodásához. Jelentősen növekszik hazánkban a halfogyasztás az adventi időszakban. Ennek ellenére az európai átlaghoz képest a magyarok kevés halat esznek. Becslések szerint a haltermelők és a halboltok akár egész éves forgalmuk 60-70%-át ilyenkor bonyolítják le. A legtöbb a pontyból és a harcsából fogy, de karácsony előtt sokan keresik még a fogassüllőt is, ami évközben nem annyira jellemző. Zongorán, kürtön és dobon is megmutathatták tehetségüket a gyerekek a kaposvári zeneiskola nagy termében. Somogy, Tolna, Baranya és Zala megye 8 művészeti iskolájából érkeztek a növendékek a Dél-Dunántúli regionális sajátos nevelési igényű gyermekek találkozójára. A program nem verseny volt, a cél, hogy a gyerekek szívből és örömmel muzsikáljanak. Bár tétje nem volt az eseménynek, a színfalak mögött azonban sokan izgultak a fellépés előtt. Lukács 2 éve tanult tenorkürtön játszani. A fellépésre egy Mozart művel érkezett. Nagyon izgulok, de már egy jó pár hete készülünk.
A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola Szeretnék neked zenélni címmel harmadik alkalommal szervezte meg a Dél-Dunántúli regionális sajátos nevelési igényű gyermekek találkozóját. Ezen értelmi és érzékszervi fogyatékossággal, autizmus, spektrumzavarral, hiperaktivitással, figyelemzavarral és Down-szindrómával élő diákok vehettek részt. Mint az dr. Bencéné Csorba Margit, a zsűri egyik tagja elmondta, a gyerekeknek ez különleges alkalom. Ez a rendezvény nagyon nagy ünnep, és ezért hálásak vagyunk a zeneiskolának, hogy a sérő gyermekek számára is megszervez egy olyan rendezvényt, ami általában szokatlan. Kaposvár kezdte el ezt országosan, és azóta nagyon sokan bekapcsolódtak. A sérő gyermekeknek ugyanolyan örömöt jelent a zene, mint azoknak a társaiknak, akik épek, és terápiás jelleggel is fontos a számukra, hiszen nagyon sokan a zenén keresztül tanulnak meg beszélni, kifejezni az örömüket, a bánatukat és a viselkedésformákat. Ütős és fúvós hangszereken egyaránt megmutatták tehetségüket a gyerekek, akik közül sokan először léptek színpadra. A kaposvári zeneiskolában is több sajátos nevelési igényű növendék tanul. Náluk a zenei nevelés pozitív hatásait az intézmény pedagógusai is tapasztalják. Kodály óta már tudományosan bizonyított tény az, hogy a zenének van egy gyógyító hatása, és ezt mi is tapasztaljuk és látjuk. A zenei képzésnek van egy transfer hatása, megerősít képességekben, sikerélményt ad, és fontos a zenei képességgondozás folytatása ebben az intézményben. Látszik a gyermekeknek a személyiségén, a tanulmányi eredményein, a szülők által elmondott változások tapasztalhatók a személyiségükben. Azt gondolom, sikeres a képzés. A sajátos nevelési igényű gyermekek regionális találkozójára a növendékek Somogy, Tolna, Baranya és Zala megye 8 művészeti iskolájából érkeztek. Egy ripülrónai és egy vaszari képre is lehet majd licitálni egy decemberi budapesti árverésen. A két klasszikus magyar alkotást a Virág Judit Galéria mutatta be a napokban, adta hírül a papagéno.hu. Vaszari János Alassiói Strand című 1938-ban készült festménye 1940-ben eltűnt a szakma és a nagy közönség szem elől. 80 év elteltével azonban tökéletes állapotban került elő. A licit 65 millió forintról indul majd. Ripül Rónai József a Geszti kastély kertjében című képe majdnem 100 év után került elő. A festmény 1912 körül készült, és 1928-ban állították ki utoljára. Az alkotás párja, a Geszti kastély Somogyban című mű, ma is a Magyar Nemzeti Galéria egyik kincse. A Geszti kastély című alkotás licitje 160 millió forintos árról indul majd az árverésen. Megújulás, milliárdos ipari beruházás Kaposváron. Télies idő, ingyenesen vizsgálták át a járműveket a Látni és Látszani kampány keretében. Örömzene, sajátos nevelési igényű gyereket a zeneiskolában. További friss információkért vagy videós tartalmakért kattintsanak Facebook oldalunkra vagy YouTube csatornánkra. Ennyi fért mai híradónkba, hétfőn a megszokott időben várjuk Önöket, szép estét, viszontlátásra!